Sziasztok, én Markó Rebeka vagyok, és elérkeztünk a következő videómhoz. Egy olyan videót hoztam ma nektek, amit nagyon régóta szerettem volna már megcsinálni, és régen volt már hasonló videóm. Ebben a videóban egy Essence review-t fogunk igazából csinálni, egy teljes arcot csak Essence termékekkel. Elég régóta nyaggattok, hogy csináljak olcsó sminkes videót, és mutassam meg, hogy mik azok a termékek, amivel el tudtok kezdeni sminkelni, egy kicsit bele tudtok kóstolni a jobb minőségű, de olcsó sminkek világába. Úgyhogy fogtam magam, és elmentem bevásárolni. Nagyon sok mindent vettem, 3 primert, 3 alapozót, több fixálópor, nézem magam előtt, hogy mik vannak még. Rengeteg termék van előttem, és ha jól emlékszem, 25 ezer forintot fizettem, ami nagyon-nagyon jó ár, és körülbelül, ha jól számolok, akkor maximum 20 ezer forintból egy teljes sminkészletet meg tudtok venni magatoknak, ami szerintem egyébként teljesen rendben van, és hogyha ezt apránként szeditek össze, akkor egy tök jó kis sminkészletet össze tudtok rakni magatoknak. És most, hogy ilyen jól felvezettem, hogy miről is lesz szó, szeretném nektek megmutatni az első lépést, ami a primer lesz. 3 primer van itt előttem, ebből az egyik az egy kicsit kilóg, ugyanis ez egy színezett primer, amit a tökéletes arcbőrűek tudnak használni egészen egyszerűen egy BB krémnek is. Ennek egy kicsit szilikonos érzete van, viszont nem zavaró, nem tudom, hogy hogy csinálják, ez egy hab állagú primer. Általában ezeket nagyon nem szoktam szeretni, viszont azután, hogy felkened, valahogy beleolvad a bőrödbe, és egy nagyon kényelmes viselet, hülyén hangzik így, de szerintem értitek, hogy mire gondolok. Ezt a mai napon nem fogjuk használni. Van itt nekünk egy primer, ami 98%-ban természetes összetevőket tartalmaz, kendermagolaj van benne, tudjátok, hogy nagyon szeretem a kendermagolajos termékeket, úgyhogy muszáj volt ezt is kipróbálnom. Egy nagyon jó krémes állagú primer, de mégis is lágy. Egyáltalán nem nehéz érzet az arcom. Azt, hogy működne alapozóval, azt nem tudom. Nyilván még nem próbáltam ki, de erről foglak titeket tájékoztatni. Ezen kívül viszont elég erős illata van, amire, hogyha érzékeny az arcotok a mesterséges illatanyagokra, akkor lehet, hogy erre egy picit érzékenyen reagálhat. És a mai napon a választásom erre a primerre esett, ami egy pirosságot ellensúlyozó korrektor, ezen kívül pórus összehúzó, minimalizáló hatása is van. Zöld agyag van benne egyébként, ezt nem kifejezetten lehet érezni, ugyanolyan krémes állagú, mint az előző, amit mutattam. Egy sokkal lágyabb, nagyon kis, természetes, egyszerű illata van, csodaszép zöld színnel. Úgyhogy ez is lesz az első lépésünk. Nem mondtam teljesen igazat, egy kicsit lehet érezni egyébként benne az agyagot, de csak azért, mert egy picit sűrűbb, talán krémesebb, nem olyan folyékony az állaga, mint a másiknak. Finisükről az előbb nem beszéltem. A színezett primer nagyon érdekes textúrára szárad le, egy kicsit matt hatása van, de mégis hidratált érzetet ad az arcodnak, viszont nincsenek meg benne azok a primer jegyek, amikre szerintem szoktunk figyelni, mint például ennél, hogy egy kicsit tapadós legyen, érezd, hogy egy picit ott van az arcodon, és fog csinálni valamit, amikor rákerül az alapozó. Ugyanez ennél is érezhető volt. A következő lépésünk az alapozó lesz. 3 alapozót hoztam el a boltból, és teljesen másra számítottam, mint amit kaptam. Az első az Insta Perfect Liquid Makeup. Azt írja, hogy erős matt effekt, vízálló, építhető. Nem. Ez nekem nagyon nem jött be, fogjátok egyébként látni a felvételen, hogy full rossz színt vettem. Ebből, ha jól emlékszem, talán 6 szín van elérhető, ami nagyon-nagyon kevés, és elég sietősen választottam ki a színeket. Ez világos az arcomra. Ezekkel a lámpákkal, amit itt láttok, sokkal durvábbnak tűnik, mint amilyen nappali fényben, de ettől függetlenül ez egy kicsit világos az arcomhoz, főleg úgy, hogy egyébként megint önbarnítós vagyok. De ettől függetlenül, amikor először kinyomtam a tubusból, egy nagyon fura olajos löty jött ki belőle, és csak utána kezdett el az alapozó jönni. Nekem ez nagyon nem jött be. Ha valakinek ez a kedvenc alapozója, ne vegyétek magatokra, mindenki más.
másmilyen, van akinek ez jön be, van akinek az. És azután, hogy az arcomon volt percekig, még mindig úgy éreztem, hogy ha hozzányúlnék, akkor elcsúszna a helyéről, és egyáltalán nem maradott, majd ezt ki is próbáltam, és sajnos igazam is lett, illetve az orrom környékén nem is tapadt meg úgy, ahogy szerintem kellene. Fogok neki adni még egy esélyt egy jó primerrel, kipróbálom, hogy esetleg megváltozik-e a véleményem, de első benyomásra nagyon-nagyon nem tetszett. Ezután jön az az alapozó, amihez a legnagyobb reményt fűztem egyébként, ez egy üveges, tubusos alapozó, Fresh and Fit Awake Makeup. Ez viszont azt írja, hogy egy kicsit fényesebb lesz a finise, tehát nem egy totál matt alapozóról van szó, ami valóban igaz is volt, szerintem nagyon szép lett tőle a bőröm. Nem is ígéri, de valóban nem is full fedésű. Egy picit lehet építeni, de soha nem fogtok vele elérni egy porcelánbaba teljes, idézőjelben maszkos fedést, de ezt ettől függetlenül biztosan fogom még tesztelgetni, próbálgatni, és mindenképpen beszámolok róla, hogy mi a véleményem. És a nyertesünk egy olyan alapozó lett, amire egyáltalán nem számítottam. Ez a Stay All Day 16 órás hosszantartó smink. Nagyon tetszik ez az alapozó. Valahogy, ahogy felvittem az arcomra, azt éreztem, hogy ezt tényleg odaraktam, és ez ott is fog maradni egész nap. Másfél réteget vittem fel körülbelül az arcomra. Egyébként ez is egy kicsit világos az önbarnítomhoz képest, viszont az eredeti bőrszínemhez pedig tökéletesen passzol. Képernyőn mindenhol látni fogjátok, hogy mi mennyibe került, illetve hogy milyen árnyalatban vettem meg, ha esetleg valakit érdekelne, és ezen kívül lent lesz egyébként a leírásban is. Úgyhogy, ja, és egyébként erre írja is, hogy full coverage és olajmentes. Ez nagyon tetszik. Úgyhogy ezzel fogunk ma alapozni, és utána pedig láthatjátok a többi terméket is, amit vettem. És akkor onnan folytatjuk, ahol abba hagytuk. Essence Stay All Day 16 órás Long Lasting Makeup. Ezt az alapozót fogjátok ma rajtam látni. És ami egyébként érdekes, hogy mind a háromban 30 milli terméket találhattok, pedig full azt hinném egyébként, hogy ebbe van a legkevesebb, de hát innen is látszik, hogy mennyit csal a csomagolás. Ez tényleg full fedés. Így néz ki egy rétegben az alapozó, és azt azért ne felejtsétek el, hogy itt velem szembe körülbelül 15 brutál erős izzó hófehér fénnyel világít, tehát ez a fény, amit láttok, ez természetes nappali fényben nem így néz ki. Ez egy nagyon direkt világítás, amit most a szegény alapozónak ki kell állnia, és ez egy rétegben van az arcomon. Pár helyen, ahol vannak kis pöttyeim, azokat szeretném még jobban elrejteni, úgyhogy egy fél réteget még ráteszek. Őszintén megmondom, mindig óckodtam egy kicsit az Essence-től, ugyanis az első találkozásaim azok nem voltak túl jók és meggyőzőek vele, de ahogy eddig elnézem az arcom, lehet, hogy meg fog változni a véleményem. Szerintem látszik az is, hogy tényleg fel lehet építeni a fedését. Ennél tovább nem szeretném húzni, de szerintem teljesen rendben van. Ezután jöhet a korrektor, amihez ma kamuflás plusz matt korrektort fogom használni. Valamiért ez ragadta meg legjobban a tekintetemet. Kifejezetten kicsi a feje, de ez nem feltétlen hátrány. Sokkal folyékonyabb, mint például a Catrice-nek vagy az Elf-nek a kamuflás korrektora. És lehet, hogy emlékeztek, egyszer már mondtam, hogy az ilyen folyékonyabb korrektoroknál szeretek egy picit várni, amíg elpárolog belőlük egy kis nedvesség, és ezáltal egy picit növelhető a fedésük is. Úgy néz ki, hogy ez a videó tele lesz ma meglepetésekkel. Remélem a púder nem fog rontani egyébként az összképen, mert eddig nagyon tetszik. Három púdert vettem, amit az arcomra tervezek,
és nagyon túlzás és extra lesz, amit most fogok csinálni, de mind a hármat külön célra fogom felhasználni. Az első, amit használni fogok, az az Essence All About Matte Fixing Loose Powder. Ezután egy nagyon kicsit fogok használni az Essence My Skin Perfector Loose Fixing Powderből. Azt írja egyébként, hogy Instant Blur Effect, amit tudjátok, egy ilyen kisimító, elhomályosító hatás, és természetes matte finish, ami nem az a nagyon púderes, nagyon matt, de nem is ez, amit most láttok. És van itt nekünk egy Brighten Up Banana Powder, erre nagyon kíváncsi vagyok egyébként, hogy milyen lesz. Ezt touch-upra szeretem a legjobban használni, beledobom a táskámba, viszek magammal egy száraz beauty blendert, és napközben csak picit a beauty blenderrel, hogyha úgy érzem, hogy valahol csillogok, vagy valahol szeretném kiemelni az arcomnak egy adott részét, akkor oda szoktam rá rakni egy kicsit, viszont ezt most is teljesen más célra fogjuk használni, mert mindent ki szeretnék próbálni. Első lépésben a All About Matte Fixing Powdert fogjuk használni, és hogyha minden igaz, akkor ez egy átlátszó, transparent powder. Megigazítom a szemem alatti részt. Majd a másik oldalával a szivacsnak. Amit egyébként egy ilyen powdernél figyelni szoktam, felszedi az alapozót, vagy nem? Nyilván nagyon rossz eset az, amikor felszedi, de előfordult már ilyen drogériás videónál, hogy ahogy felrakom, azzal a lendülettel fel is szedi az alapozót, amit letettem, és ezt itt szerintem egyáltalán nem lehet megfigyelni, úgyhogy eddig kifejezetten jó. A homlokomat és az államat is ezzel fogom lefixálni. Úristen, ki ez? Én annyira fehérnek tűnök, pedig tükörbe közel se olyan fehér, mint ott. És arra gondoltam, hogy azt fogjuk csinálni, hogy egy nagyon mini bakinget fogunk csinálni a szemem alatt, és ahhoz fogom felhasználni Skin Perfectort, és az arcom többi részét pedig, leginkább ezt a részt, pedig ezzel a kis púderrel. Az orrom két oldalát kifejezetten szeretném kivilágosítani, ugyanis ez fog segíteni majd a kontúrozásban. Ezután pedig a banana powdert fogom használni. Jó poros. És lefixálom ezt a részt. Egy nagyon szép instant pop került oda. Tényleg van fedése. Egyébként az ilyen típusú púdereket mindig olyan területekre használjátok, amit ki szeretnétek emelni. Világossal kiemelünk, sötéttel pedig eltüntetünk, vagy kisebbítünk. Ennyi szerintem bőven elég is volt a bakingből, ugyanis normál esetben nem szoktam, viszont most mindenképpen ki akartam próbálni ezzel a púderrel. Szerintem hibátlan. És végre elérkeztünk ahhoz a részhez, ahol egy kis életet visszaadhatok az arcomba, amihez először a Sun Club Matte Bronzing Powdert szeretném használni Lighter Skin színben. A bronzert mindig egy nagyobb becsettel szeretem felvinni, úgyhogy ehhez ezt a Real Techniques 201-es ecsetet fogom használni. Egy kicsit beleütögetem, és a felesleget mindenképpen kikocogtatom. És csak nagyon... Ugyanolyan az illata, mint a Physicians Formula Butter Bronzernek, amit alig vártam már, hogy elhasználjak, mert annyira irritál a mesterséges kókusz illat, hogy elmondani nem tudom, és ennek pont ugyanolyan az illata. A bronzert arra használjuk egyébként, hogy egy kis szaturációt visszaadjunk az arcunkba, egy kis életet, egy kis színt, és ezután jöhet a nagyon fontos lépés, ami a kontúrozás, amivel egy kicsit tudtok csalni az arcotok eredeti formáján,
contouring duo palettet fogjuk használni. Nem ezt a színt szerettem volna belőle venni, viszont a másik szín, azt hiszem, az világosabb volt. Egy darab volt belőle, és ripityára volt törve, úgyhogy nem volt más választásom. Ehhez egy kicsit kisebb ecsetet is fogunk használni, amivel koncentráltabban tudjuk feltenni a színt, viszont sokkal kisebb helyre, sokkal precízebben. Első lépésként mindenképpen a világosabb színt fogom felvenni. Szerintem ez nagyon szép. Mind a bronzer, mind a kontúr olyan szépen, könnyen eldolgozható, elsatírozható, nem vette fel az előtte lévő púdereket, és szerintem nagyon-nagyon jó a tónusa is, úgyhogy... Amíg a kontúr és a banana powder dolgozik a helyén, addig megmutatom nektek, hogy mi a kedvencem ebből az egész kis haulból. Essence Blush Lighter, ami egy highlighter és egy pirosító egyben, a legtökéletesebb átmenettel, amit valaha láttatok. És alig várom, hogy kipróbáljam. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy mennyire fog átkerülni az egyik a másik oldalra, leginkább a highlighter a pirosító oldalra. Nagyon finoman és nem feltétlen zavaró, legalábbis nekem biztosan nem. És ami kifejezetten tetszik, hogy nem olyan nagyon erősen pigmentált, amit én kifejezetten szeretek pirosítónál, ugyanis szeretem apró lépésenként felépíteni, és ez tudja. Viszont határozottan látható az a mennyiségű highlighter, ami felkerül csak a pirosító felvitelével is. És most viszont jött egy olyan rész, amitől kifejezetten rettegek, ugyanis ez nem más, mint a fixáló spray, Instant Matte Makeup Setting Spray. Egész szépen fúj, úgyhogy lássuk. Nem egyenletes, vannak nagyobb pöttyök, amiket így véletlenül elköpköd, de ha elkapsz egy jó fújássorozatot, akkor lehet egész jó. És az arcomon az utolsó lépés, ami csak a highlighternek a felvitele. Mi történik egyébként a drogériás márkákkal? Jobbnál jobb highlightereket csinálnak. Ups, látjátok? Viszont ez a highlighter értékéből semmit nem von le, ez nem annak a hibája. Ez nagyon jó. Azt meg majd megpróbáljuk eltüntetni menet közben. Át is térhetünk a szemöldökre, amihez egy szemöldök ceruzát vettem, őszintén megmondom. Egy nagyon-nagyon vékony szemöldök ceruzát, és ezzel próbálok meg egy viszonylag természetes, de mégis szép kis formát megtervezni. Amin meglepődtem, hogy kifejezetten krémes, de nem annyira, hogy zavaró legyen és eltörjön, vagy irányíthatatlan legyen egyenlőre. Szinte, nem teljesen, de szinte lehet vele szálazni egyébként. Pont annyira viaszos egyébként a ceruza, hogy segít megtartani a szemöldököd, viszont nem lesz tőle konkrétan egy nagy ragacs az egész. Kész a szemöldököm, és az az igazság, hogy nem lett egyforma, de ez nem a ceruza hibája. Ezen kívül viszont nekem nagyon tetszik, szerintem pont annyira fed, amennyire kell, nem túlzás, nem lesz tőle ilyen blokki,
nagyon rajzolt, nagyon, nem tudom, nekem nagyon tetszik. Következő lépés a fixáló zselé lesz, Make Me Brow. Két dolog. Az egyik, hogy rengeteg festéket vesz fel, a másik pedig, hogy vannak benne ilyen kis rostok, és hát azt annyira nem szeretem, de összességében amúgy ez se rossz. Azt hittem, hogy végre valamiben bele tudok kötni. Pont jó méretű a kefe, legalábbis nekem. Én szeretem az ilyen kisebb keféket, amik... Ups, na erre pont elkentem. Amivel tudok egy kicsit manőverezni, és nem kell azon izgulnom, hogy... Ha pont nem jól tartom egy másodpercre, akkor biztos, hogy valamihez oda fog érni, amihez nem szeretném, úgyhogy nekem ez is tök rendben van. Végre a következő lépés a szemsmink lesz, és találtam egy nagyon szép palettát, nem ezt szerettem volna megvenni, volt egy másik, ami nagyon tetszett volna, viszont mind elkelt belőle, nagyon le volt értékelve, valami 1400 forint volt a paletta, ha jól tudom, de... Ez, amit mi fogunk ma használni, ez a Hello Berlin paletta, és ennek is gyönyörű színei vannak. Érdekes összeállítás, de nem bánom, úgyhogy valószínű, hogy a zöldeket azt ma nem fogjuk használni, lehet, hogy egy picit belenyúlunk, de mivel elég sok videót fel kellene még vennem ma, így egy kicsit inkább lazább, általánosabb szemsminkre gondoltam. Kezdjük is el, és lássuk, hogy mit tudunk belőle alkotni. Felvittem az első színt, amit csak azért tettem fel, hogy legyen egy kis alap, amiben majd el tudom satírozni a többit. Szerintem egyébként nem is lehet látni, hogy felvittem, de közelről egy nagyon szép, halvány kis rózsaszín fájtlat húz a szemhéjamra, és ezután kezdem el a mélyítővonalamat kicsit megalkotni, és ezzel egy kis keretet adni a szememnek, de nem szeretném túltolni, úgyhogy csak óvatosan. Én arra gondoltam, hogy ennyi lesz a mai smink, nem szeretném nagyon túltolni. Egy valami van, amit muszáj kipróbálnom. Van ez a gyönyörű, szép kis csillagos szín, kicsit arany, és ebből szeretnék ide tenni, és nem bántam meg. Az van, őszintén megmondom, de tényleg. Nagyon tetszenek ezek a termékek, mindegyik alapvetően is tetszenek, úgy, hogyha nem vesszük figyelembe azt a tényt, hogy nagyon olcsó, egyértelműen van ennél jobb minőségű smink a piacon, de ez rendesen jó, úgyhogy mostantól, ha bárkit érdekel, hogy milyen olcsó sminket vegyen, hogy elkezdjen gyakorolgatni, akkor biztosan Essence-t fogok ajánlani mindenkinek, mert hatalmas nagy minőségbeli változáson ment át. Nagyon könnyen el lehet satírozni a színeket. Tök jó élénkek a színek, jó színek vannak a palettába. Úgyhogy kifejezetten kellemes csalódás. Már csak két dolog van hátra, az egyik a szempilla, a másik pedig a száj. És képzeljétek el, hogy vettem egy mini műszempillát is, illetve egy ragaszót, ami egyébként azt ígéri, hogy nem szükséges leoldó hozzá. Erre kíváncsi vagyok, ezt majd tájékoztatlak titeket, hogy mi történt ezzel, mert elképzelésem sincs, hogy ez hogy működhet, de nagyon sokat kérdezitek, hogy milyen ragasztót ajánlok műszempillához, úgyhogy mindenképpen szerettem volna ezt kipróbálni, hát ha ez is olyan jó lesz, mint a többi termék. Egy valamibe fogok csalni, ugyanis ezt fogalmam nincs, hogy hogy, de elfelejtettem. Nem vettem szempillaspirált, képzeljétek el. Úgyhogy a NYX-nek az On The Rise Volume Lift Scarát fogom használni. Mit szólnátok, hogyha csinálnánk egy olyan videót, hogy
ti kiválasztotok nekem egy palettát, és én abból az egy palettából csinálok egy viszonylag hosszú videót, ami három részre lenne bontva. Lenne egy no make-up smink, ami egy nagyon minimális, csak egy picike kis iskolai smink, amiben tényleg bárhova tudtok menni. Lenne egy nappali smink, ami már egy kicsit színesebb, vagy egy picikét erősebb, illetve lenne egy éjszakai, esti, bulis, ki hogy hívja smink. És ezeket mindet arra az egy palettára építenénk fel, és benne lenne egy videóba. Ez a kérdés, hogy ehhez mit szóltok? Hogyha tetszik, azt is írjátok meg nekem a komment részlegbe, viszont hogyha van ötletetek, hogy melyik palettával kezdjek, akár olcsó palettákról is lehet szó, kezdhetünk ezzel is, mondhattok nekem új palettát is, csupa drogériás palettákból, vagy olyanokból, ami van, James Charles, Jeffree Star, Tati, amit szeretnétek, választhatok ki nekem egy palettát, és megpróbálok nektek egy nagyon király videót csinálni ebből. Jöhet a műszempilla, nem hoztam hozzá csipeszt, ami új, de folyós. Hiba volt. Ebből nyomok ki egy keveset, mert mindenhova is folyik, iszonyatosan folyékony ez a ragasztó. Nagyon szép ez a pilla. A ragasztó nem a kedvencem, de oda ragasztotta a pillát, úgyhogy igazából a célnak teljes mértékben megfelel. Viszont ami miatt csalódott vagyok, hogy az Istenért nem találom azt a nyomorult szájceruzát, úgyhogy csak a rúst tudom nektek megmutatni, pedig 1000%, hogy vettem szájceruzát is, ebbe biztos vagyok. Ráadásul egy nagyon jó színűt vettem, de mindegy, rúzsnak a This Is Me 02 Happy árnyalatot fogjuk használni. Hoha! A rúzs nem a kedvencem. Mármint lehet, hogy jó lenne egy jó szájceruzával, az nagyon hiányzik, és nem egy ilyen kis cuki szemmel, ehhez egy éppen szájfényt, vagy egy nagyon-nagyon pici nude szájat tudnék elképzelni, de ettől függetlenül egyébként a rúzs is tök rendben van. Tök jó hidratált érzetet ad, fed pont annyit, amennyi szükséges, biztonság kedvéért egy utolsó lépés. És ezzel el is készült a teljes arc, csak essence sminkünk. Őszintén megmondom, hogy hatalmas meglepetés volt ez az egész videó, és kifejezetten elégedett vagyok a szememmel. A pilla nagyon tetszik, szerintem nagyon aranyos, egy tökéletes kis hétköznapi plusz, amitől mégis nyitott, egy picit cicás lesz a szemed, de szerintem egyáltalán nem túlzás. Még egyszer mondom, mindent megtaláltok a leírásba, nagyon figyelek rá, hogy mindent oda tegyek, és hogyha szeretnétek látni egy paletta köré épített három sminket, akkor azt írjátok meg nekem a komment részlegbe, és várom a paletta ajánlásokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót. Hogyha tetszett, akkor dobjatok rá egy hatalmas lájkot, iratkozzatok fel, ha még nem vagytok. Nyomjátok be a kis csengő ikont, hogy mindig kapjatok értesítést, hogyha töltöm fel nektek az új videókat, és természetesen kövessetek Instán is, az Instám mindig lent van a leírásban. Még egyszer köszönöm szépen, hogy megnéztétek, a következő videómban találkozunk. Sziasztok!